Köszöntöm kedves nézőinket, olvasóinkat, hallgatóinkat. Önök a klasszis média lapcsoport legújabb podcast adását látják. Vendégem Virovácz Péter, az ING Bank makrogazdaság jellemzője, Szervusz Péter, köszöntelek! Szervusz, szervusz! Ugye hát december 13-án beszélgetünk, az év utolsó beszélgetéshez veled, ugye egy tízrészes sorozatban számoltál be arról, hogy te hogyan látod a magyar gazdaság helyzetét, illetve a nemzetközi gazdasági viszonyokat. Arra gondoltunk, hogy így a, a, a vége felé, az, az, utolsó részben, december lévén a költségvetést kéne körbejárni, már csak azért is, mert ugye ezt be is ígértük a, a, a nézőknek ugye a korábbi adásunkba, de hát ugye decemberről általában az embernek a, karácsonyi vásárlás mellett az jut eszébe, hogy ugye ilyenkor a költség, jövő évi szokták elfogni. Régebben ugye december 31-én 23 óra 59-kor nyomták meg az igen gombot. Hát most már kicsit átalakult ez az egész történet, mert ugye jóval korábban elfogadják a költségvetést, majd utána elindul a nagy ide-oda reszelgetés, finomítgatás. Ugye most is egy ilyen a hiány Célt éppen módosították, de hát ugye most átadom neked a szót. Te hogy látod ezt a, ezt a mostani helyzetet? Ugye egyrészt az idei költségvetést, az idei évzárást is még a Gulyás Gergely miniszter úr a mi kérdésünkre a kormány kormányinfó azt hogy még nem tudja megmondani pontosan, hogy hogyan zárul az év. Jobban tudja a 24-es évet, mint a 23-ast. Ez érdekes volt. De hát mit lehet most látni költségetésű ügyben, hogy hogyan, hogyan fog kinézni itt az évzárás, meg mondjuk a következő év? Egy dolog biztos, december 31-ével zárul az év. Ezt tudjuk. Sem, semmi más nem tudunk ugye valóban ez egy sorozat, és most így gyorsan végigpörgettem a fejemben, így utoljára sem sikerült olyan témát választanunk, amiben ultra pozitív üzeneteket fogok tudni küldeni nektek. Mert hogy ha most je... nem ezt választottam volna, akkor, mi, akkor mit választanál most? Mondjuk a 2024-es év gazdasági kilátásait, az talán egy fokkal pozitívabb hmm. téma lenne, mint maga a költségvetés helyzete. Akkor Mert ezzel hogy... fogjuk befejezni, jó? És akkor most a, <laughs> hogy egy pozitív kis legyen. Mert hogy igen, a költségvetés esetében hát nehéz túl sok jót elmondani. Ugye nyilván onnan indulunk, hogy volt egy terv, ami aztán felül lett írva többször is, csak ezt már elfelejtettük. Ugye 3,9-ről lett módosítva, de ez a 3,9 sem 3,9 volt eredetileg. És végül most a GDP arányában 5,2%-ra lő a kormányzat, ami a nap végén hát lehet, hogy közelebb lesz a 6%-hoz, mint az 5%-hoz, de csempészünk be egy kis pozitív üzenetet ide is. Teljesen mindegy. Az ide év szempontjából, hogy 5,2, 5,5 vagy 5,8. pedig azért, mert ennek a számnak egyetlen egy fontos olyan mozzanata van, ami miatt ezzel érdemes foglalkozni. Ez pedig az, hogy honnan fogjuk ezt az összeget finanszírozni. Ugye ez egy hiány, ami azt jelenti, hogy az állam kasszából hiányzik ennyi pénz, hogy a bevételek nem pótolják ki annyira az összeget, ami a kiadásokat fedezni. Tehát innentől kezdve ezt valahonnan elő kell teremteni, nyilván adósságból. És az a legfontosabb történet, hogy gyakorlatilag jelen pillanatban, ahogy itt állunk december közepén, teljesen mindegy, hogy végül pár százalék, vagy pár tized százalék pont a csúszik el ez a gdp perenyos mutató, mert hogy a finanszírozási lába ennek megvan. Tehát nem kerülünk olyan problémába, hogy most hirtelen december 28-án megy a fejvakarás, hogy akkor ezt most ki kéne fizetni, de nincsen rá forrás. Tehát az a helyzet, hogy a kincsteri egységes számlán ott csücsül a korábbi korábbi államadóság kibocsátásból, kötvénykibocsátásból származó összeg, jönnek be még adóbevételek, és alapvetően ezeket a következő hetes költségvetési kiadásokat lehet finanszírozni. És itt pontosan le is lehet kapcsolódni arra, amit a Standard Poor's mondott legutóbb. Ugye a hitelminősítő azt mondta, hogy köszöni szépen, szerint az idei hiánycél nem tartható, de valószínűleg a 2024-es sem, és mi történt? az ég egyett a világon semmi. semmi. Ugyanúgy 3,80 volt az euró, mint előtte. Így, igaz. A finanszírozás rendben van, és maga a hitelminősítés azt mondta, hogy lehet itt a számokkal varázsolni, de a nap végén az a lényeg, hogy tudjuk-e finanszírozni ezt a hiányt, és tudjuk, akár kötvény kibocsátásból, akár lakossági állampapírból, akár intézményi papírból, tehát gyakorlatilag magyar államkötvényekből, amit, amit intézményi befektetők vásárolnak, semmiféle problémát nem láttunk, és ebben a tekintetben az ország kockázati felára sem nagyon mozgott, vagyis azt mondhatjuk, hogy, hogy igazándiból hátra lehet dőlni, és el lehet engedni ezt a hiánycélt, és nem kell görcsös elragaszkodni az 5,2-höz. Ami miatt fontos az az, hogy ez milyen bázist teremt majd a 2024-es évhez, de itt viszont már elkezdhetnénk aggódni. Uh -huh. Még mielőtt aggódunk, én amiatt aggódok, hogy ez, ez a, ami ott van az egységes kincstári számlán, ez, ez mennyi -e, mennyiért? -e? Tehát mi, mi az ára ennek az adósságnak? Mindig font, oké, okay, hogy megvan a pénz, meg oké, hogy adósságból, de hogy mennyibe kerül ez nekünk adófizetőknek? Tehát magyarul mennyiért csücsül ott az a pénz? Mennyit hoz -e ez a pénz? Mert ugye valamikor ezt kibocsátották, ugye uh -huh. betették abból, ugye folyamatosan költenek, ugye ez a dolgok logikája, de de úgy nagyjából ez mennyibe kerül nekünk? Ugye több ezer milliárd forintról beszélünk, ugye itt a kamat kiadásokat kell megnéznünk, hogy az a fajta adósság kibocsátás, amiből tudjuk finanszírozni ezt a folyóhiányt, ez, ez milyen mértékű adó jár. És az a helyzet, hogy a GDP arányában is, és érdemes tényleg a GDP arányában beszélni, ez idén valahol olyan 4,5 százalék körül van miért beszélünk itt a bruttó termék arányában, mert akkor így érthetővé válik, hogyha azt mondjuk, hogy idén mondjuk 5-6 százalékos a hiány a GDP arányában, akkor ebből 4,5 százalék az egész egyszerűen a kamatterheknek a következménye. Akkor adósság görgetünk magunk előtt, és az elmúlt egy-két évben annyira megnőtt gyakorlatilag a kamatkörnyezet, hogy egyre többet és többet kell fizetni erre az adósság halomra, és innentől kezdve, mi korábban ez volt másfél 2% a GDP-nek, ez most négy és fél százaléka. És jövőre ez nem lesz alacsonyabb, hiszen valóban lejjebb jöttek a hozamok. Most már nem 10 körül van a 10 éves magyar állampapírnak például a hozama, hanem jóval lejjebb, de ettől még ezeket a papírokat kibocsátottuk, ez ezen ketyek, tehát ezeket, ezeket a, a hozamokat kell majd a befektetőknek kifizetni, és nyilván, hogy jönnek és jönnek az újabb kibocsátások alacsonyabb kamat mellett, ez jó, de idő, mire kipörögnek ezek a drága vagy magas kamatozású állampapírok. Tehát innentől ez a következő években beragadtunk egy ilyen viszonylag magas adósság szolgálati mutatóba. Idén négy és jövőre lehet hogy egy kicsikét magasabb, de 4 és ,5 -5 között, és utána kezdhet el majd csökkenni ez a mutató, és szerintem le kell egy két-három év, mire visszatérünk itt a, itt a normális kerékvágásban, amikor menedzselhető lesz ez az adósságszolgálat. És még egy fontos, bocsánat, csak hogy érzékeljük, hogyha azt mondom, hogy jövőre is 4,5%-os adósságszolgálati teherrel küzdünk, akkor ha emellé, hogy odarakjuk, hogy a jövő évi cél 2,9%-os, akkor ez azt jelenti, hogy úgynevezett elsődleges töbletet kell csinálni a költségvetésnek. Tehát lényegében a kamatterhektől megtisztított költségvetésnek pluszosnak kell lennie, több bevételt kéne generálni, mint amennyi kiadás és erre szoktuk azt mondani, hogy restriktív, megszorító költségvetés, de nyilván ne szaladjunk előre, meglátjuk, hogy ez a 2-9, ez valójában 2 marad-e. Hát ez az, ez az, ez, ez, de hát ez mondjuk ez, igen, Sok, sokféle számot láttunk, és aztán utána azok alakulnak, ahogy te is mondtad. Viszont nem lett volna jobb ötlet, vagy, vagy jobb mód arra, hogy ne legyen ekkora az adosság, ha mondjuk például az érste eladásából, ERSZTE paket eladásából, vagy a biztosítói rész vissza, visszaértékesítésében, mert úgy beszálltak, aztán kiszálltak. Tehát erre fordítanák ezt a pénzt, meg ugye ott az MVM-nél is csücsül azért, ha jól tudom, egy egy nagyobb összeg, és most ez, ezeket így a reptér, reptért üzemeltető, kollégám mondta Mester Nándor, hogy üzemeltető, nem a repteret vásároljuk, hogy üzemeltető céget vásároljuk, vásárolja meg a kormány, hogyha nem erre költenék. Ez egy, egyébként már múltkori beszélgetésünk uh -huh. során is felmerült. Igen, úgy igen, úgy, igen. Hogy... Laikusként ez egy teljesen jó felvetés lenne, de nyilván kicsikét provokatív a kérdés, gondolom. Ez én, egy ilyen műfaj. Igen, de szerintem érdemes a nagyságrendeket elmondani. Ugye idén a folyó költségvetés hiánya az 4100 vagy még egy kicsikét több, 4100-4300 milliárd forint körül. Sőt, most azt hiszem, most 4500-ra fölment az egész. Még az is igen. Ha visszaszámolom, arányosan a novemberről volt 90,5, és akkor az nagyon jó. Igen, de valami nagy. Igen, igen, igen. Jó, megvan ez a szám. Nézzük akkor, mi van az RST-vel, mi van a Viggel, ugye a biztosítóval. És mi a helyzet itt az MVM mindenféle ö, osztalék fizetésével. Ezeket, ha összematekozzuk, akkor nagyjából egy 500 milliárd forint környékösszeget kapunk. Ez egy 4500-as hiányhoz képest, lényegében apró pénz. Nyilván én ezen nyúdíjba mennék, de hogy, de, hogy mennék ezért, <laughs> de, de hogy összességében ez, ez nem tétel költségvetési Igen. szempontból. Éppen ezért egyrészt jól jelzi azt, hogy mennyire szüksége van a kormányzatnak a forrásra, hogy csúnyán fogalmazva lehajol 100 milliárd forintokért is, de nyilván ez azt is jelenti, hogy persze ebből lehetne adósságot törleszteni, de igazániból értelmetlen. Tehát ennek több haszna van jelen pillanatban úgy, hogy folyókiadásra költi a kormányzat, mint hogy most 4,5 helyett 4,43 lenne a kamat uh -huh. a GDP arányában. Mm -hmm. Ez igazándiból nem oszt, nem szoroszt. ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy a Budapest Airport üzemeltetőjének a megvásárlása köszönöm a javítás, mert én is mindig eddig reptérvásárlásról beszéltem, hogy, hogy innentől kezdve ez nyilván ez, ez egy gazdaságpolitikai kérdés, érdekes felvetés, de költségvetési oldalról ez nem számít, már csak azért sem, és ez egy nagyon fontos kitétel, hogy amikor mondjuk arról beszélünk, hogy a Maastrichti hiány, Maastrichti államadóság ráta, ugye akkor azt nézzük, hogy milyen hiányt halmozott fel a kormányzat, mekkora az adósság halom, de ezt eredményszemületben nézzük. És nagyon fontos, hogyha valami olyanra költ az állam, tök mindegy Európai Unión belül bármilyen államokról beszélhetünk, ha olyan dologra költ, ami az értéket teremt, tehát a vásárolok egy vállalatot, akkor gyakorlatilag annak van egy kiadási lába, de van egy bevételi lába is. Tehát ha értékteremtő, tehát vagyont vásárol, vagyon vásárol egy kormány, akkor az nem növeli a hiánymutatót, akkor az nem növeli az államadóság rátát. Tehát az a faramúci helyzet áll elő, hogy itt megint csak a finanszírozás a kérdés. Hogyha meg tudja teremteni a kormányzat ennek a finanszírozási lábát, tehát megvan a cash, amivel én ezt kifizetem, akkor onnantól kezdve az államadosság ráta, meg, meg 300%-os másszik mutató szempontjából megint csak nem azt nem szoroz. Úgyhogy ez az érdekesség ennek a, a költségvetési mizériának, hogy, hogy nagyon nem mindegy, hogy mikor és milyen mutatókról beszélünk. Pénzforgalmi egyenlegről, az, az ESA vagy Maastrichti mutatókról beszélünk, ami ugye eredményszemületben néz, mert ezek gyakorlatilag teljesen el tudnak csúszni egymástól, de ami a befektetőket és ami a hitelminősítőket érdekli, az a pénzforgalom. Tudjuk-e fizetni, vissza tudjuk-e fizetni a lejáró álmodóságot, vagy nem. És amíg ezt tudjuk fizetni, Addig, amíg Magyarország képes a piacokról finanszírozni magát, addig igazándiból mindegy, hogy most hogy számoljuk el ezeket az eredményszámlálatú mutatókat. De hogyha tovább, tovább egy kicsit az ördög ügyvédét játszva. P piszkáljuk még ezt az Igen. ügyet. Igen, tehát hogy egyrészt azt, azt ugye rögzítsük, hogy a Maastricht kritérium az egyik az államadóság, az a, azt a GDP 60%-a, most még ez a Maastricht kritérium, amit mi követünk, a másik még ott meg 3% ugye az államháztartás GDP arányos hiánya. De hogyha tehát, hogyha minden, azt hallani a Pesti fasteren, akkor mondom, mondom így egy kicsit eufémisztikusan, hogy a költségvetés üres, mint a templom elege. Nincs pénze. És akkor az ember meg azt olvassa nálunk is, hogy a reptérüzemeltető céget uh -huh. megvásárolja, és a kettőt az emberek nem értik. Egy Tehát, hogy, diszonás, igen. igen, nem? hogyha ez, ez, olyan, mint hogyha, ha én azt mondanám a, a, fiamnak, hogy figyelj, hát nem, nem tudjuk megvenni a, tudom, a legújabb iphone de ugyanakkor azt látja, hogy apa megveszte egy autót magának. Hitelből. Hitelből? Bocsánat, igen, igen hitelből. ez a fontos. Hitelből. Mindent hitelből. Igen, hitelből. hitelből, hitelből. Mindent hitelből. Tehát, a, apa, miért? Na, szóval akkor ez most hogy van? Én azt gondolom, <coughs> hogy Ugye megint csak, amikor költségvetésről beszélünk, ugye a mindennapok embere csak azt nézi, hogy alapvetően ő támogatja a költségvetés, és neki mi jut ebből a költségvetésből. És én azt gondolom, hogy valóban, hogy úgy mondjam, az optikája ennek nem túl szerencsés. Pláne úgy, hogy az emberek nagyon sok esetben olyan állami szolgáltatásokkal találkoznak, ami nyilván az állam költ, amit finanszírozni kell a költségvetésből, de hogy is mondjam, hogyan émi kívánni valót maga után, akár az oktatás, akár az egészségügy, akár itt a közlekedés, akár az energiaügyek ügyek Nagyon-nagyon sok olyan példát tudnánk felhozni, és ugye jön a demagóg hozzáállás, hogy hát ebből mennyi lélegeztetőgépet lehetne venni, meg inkubátort, ugye most inkább ez a, ez a téma a COVID után ez a lélegeztetőgépes kifejezés mert egy kicsikét furában is hangzik, de hogy, de hogy alapvetően arra van pénz, amire akarunk költeni, és ez egy családi kasszában is ugyanígy működik. Tehát arra van pénz, amire szeretnének költeni, és ha a finanszírozás oldalán azt mondja a kormányzat, hogy ez belefér, akkor belefér. Hogyha azt látjuk, hogy ez egy egyszerű és visszanemtérő lehetőség, az, hogy ezt miért akarja megvenni a kormányzat, az egy hosszú távú stratégiai cél lehet. De a nap végén, hogyha most van erre lehetőség, akkor ezt most kell megtenni. És általában mindig azt mondjuk, hogy az állam nem jó gazda. Viszont az elmúlt évek befektetései jól mutatják, akár itt a most eladott ERSZTE részesedés, akár a most eladott biztosítói részesedés, ebből plusszal szállt ki a kormányzat. Tehát többet vett ki belőle, mint amennyire megvásárolta. Mm -hmm. Úgyis ebben a tekintetben lehet, hogy itt a működésben nem is kellett nagyon sokat beletenni, de mint, mint vagyoneszköz, ezzel jól járt. Nyilván nem gondolnám, hogy a Budapest airport vagy a működtető céggel ez lenne a cél, hogy megveszi és két év múlva eladja, de könnyen lehet, hogy erről szól a történet. Megveszi, ül egy vagyontárgyon, és amikor olyan lehetősége adódik, hogy egy olyan partnerek adja akivel szorosabb és jobbnak tűnik az együttműködés, és ebből még plusz pénzzel ki lehet szállni, akkor mondjuk a költségvetés kikönnyítés érdekében ezt megteszi. Hogy ezt miért most kell meglépni ilyen nehéz költségvetési helyzetben, mondom, ez az időzítés, ez most adja magát. Hosszú évek óta zajlik ez, a, ez az ügy, eddig nem volt valamilyen oldalon hajlandóság erre, most megjelent az eladói akarat is, könnyen lehet, a cég is. Nehezebb anyagi helyzetben van, meggyötörte őket az elmúlt pár év, rengeteg-rengeteg opció van ezáltal az asztalon, de ami biztos, hogy ha most adják el, akkor nyilván most kell megvenni, tehát ebben a tekintetben olyan hatalmas mozgástér nincsen. Ez a, ez a megvásárlás, ez mennyiben rokonítható a Vodafone ügylettel? Annyiban mindenképpen rokoníthatunk állami stratégiai pozíciószerzésekkel, hogyha megnézzük, számos olyan területen is, ez nem egy, egy éves történt, ez régóta ezt látjuk, hogy kijelölt a magyar állam olyan stratégiailag fontos területeket, ahol szeretné a magyar tulajdont növelni. Hogyha máshogy nem megy, akkor direktbe, állami tulajdonon keresztül, majd aztán eladva a magyar kézbe ezeket a, ezeket a vállalatokat. Ugye a bankszektornál ugyanezt megéltük. Szerették volna, hogy, a, hogy oldalon, vagy mérleg oldalon, illetve eszköz oldalon azt lássuk, hogy a bankok esetében 50% feletti a magyar tulajdon. Ezt már elértük Kelethoz, egy nagyjából 10 év, de megcsinálta a kormányzat. Hogy látjuk-e ennek az eredményét, vagy sem, ezen el lehet kezdeni vitatkozni. De nap végén van egy ilyen stratégiai szemlet, és ebbe tökéletesen belevág. Akár az is, hogy a biztosítói oldalon történt egy vásárlás, ez most költségvetési helyzet miatt ugrott, de szerintem ez majd vissza fog kerülni megint az asztalra előbb-utóbb. Nyilván a rettér vagy, vagy, a légiközlekedés a szintén egy ilyen jellegű terület lehet, ahol, ahol szeretne a kormányzás stratégiai irányítást látni magyar kézben. Nyilván egy magyar partnerrel sokkal egyszerűbb megbeszéléseket folytatni, egy magyar partnerrel nyilván sokkal egyszerűbb, hogy is mondjam, azonos irányba terelgetni az ágazatot, azzal azonosban, amennyivel a kormányzat szeretné ezt látni, mint egy külföldi partner, aki nagyon sok felé figyel, nem nagyon érdekli, csak és kizárólag a profit számít, és a politikai környezetről sem ennyire nem foglalkozik. Nyilván ebben a tekintetben ezek a vásárlások abszolút hozzák azt a mintát, amit az elmúlt nagyjából egy évtizedben láttunk, és mondom, voltak olyan ügyletek, amiből látjuk, hogy vagyonilag jól lehet kijönni, vannak olyan ügyletek, ahol azt látjuk, hogy nem biztos, hogy még érzékelhető a pozitív változás, legyünk optimisták, legyen is lesz mondjuk pozitív változás belőle, Hát lehet, hogy erre még sokat kell várnunk, ja. meglátjuk. Mondom, az állam nem jó gazda, de lehet szerencséje. De ugye azt, az állam nem jó gazda, ugye az állampolgárok számára, tehát ez a legfontosabb kérdés, hogy nekünk ez miért jó? Hogy, hogy, hogy úgy hogy ahogy a kormány szokott fogalmi nemzeti bajnokok lesznek itt minden egyes stratégiai ágazatban, mm. tehát hogy egyre nagyobb az állami részvétel, nekünk miért jó az, hogy, hogy nem mondjuk külföldi tulajdonban van a bankszektor több mint 50 százalék, hanem mondjuk, mondjuk a magyar tulajdonban van. Nem államiban, mm. hanem magyar. Hogyha fekete-fehére <coughs> nézzük csak a dolgokat, és nyilván itt nagyon-nagyon sok árnyalat van ennek az egésznek. De nézzük most fekete fehéren. Ha egy külföldi tulajdon profitot generál, ő eldöntheti, hogy ezt a profitot befekteti újra az országba, és ezáltal gyarapítja a nemzeti vagyont, ha úgy tetszik, vagy azt mondja, hogy én ezt hazautalom, és akkor majd máshova beforgatják ezt a pénzt, ebből a profitból fejlesztenek Afrikában egy gyárat, vagy Szlovákiában, vagy nem tudom, Mexikóban, teljesen mindegy, de az itt megtermelt jövedelem nem Magyarországon marad. Ez volt az egyik oldal. Mi van a fehér oldala, hogyha ez volt a fekete, legalábbis folyófizetési mérleg, vagy vagyon szempontjából, a magyar tulajdonossal hamarabb meg lehet azt beszélni, hogy figyelj, tök jó, szuper, fektesd be ezt a jövedelmet itt, fejleszd a repteret, fejleszd az ágazatot, fejleszd a hálózatot, és egyébként egy idő után, hogyha már annyira sikerült a hatékonyságodat javítani, kezdj el terjeszkedni. Te vásároljál föl külföldi cégeket, te legyél az, aki terjeszkedik a régióban. Tehát ezáltal lehet azt elérni, hogy hosszabb távon a magyar exportorientáltság az <hül> több lábon álljon, és ne csak termékeket próbálj meg értékesíteni, hanem tudást, FDI-t is kifelé vinni, mert abból gyakorlatilag el tudjuk azt érni, hogy ugyanaz történjen. Itthon hazai nagy cégekkel, mint amit látunk más régiós nagy cégek, hogy oda települnek, megszerzik a profitot és terjeszkednek, és mindenhol szétszórják gyakorlatilag ezt a, ezt a jövedelmet befektetés formájába. Tehát én azt gondolom, hogy ha tényleg csak két pólusban nézzük, akkor valahogy így nézhet ki a politikai logika emögött, legyen magyar tulajdonban, és az fektesse be itt a, a jövedelmet, és aztán pedig lehessen ebből majd egy külföldi működő tőkét, ez esetben a Magyarországról kifelé irányuló működő tőkét, tehát hogy a magyarok vásárolnak cégeket külföldön. Akkor palettát ráviszek egy kis szint, jó? Tehát ne csak fekete-fehér legyen, hanem piros-zöld, piros-fehér-zöld mondjuk. Dehát, hogyha fehér, vélet, legyen, mondjuk. Tartjuk, vélet, tehát, hogyha fehér megtartjuk, tartjuk, Bulgáriáról beszélgetünk. Igen, igen teljesen. Bocsánat. Tehát, az oké, okay, de ugye eddig ugye több évtizeden keresztül azt hallottuk, hogy Magyarországon nincs annyi, annyi tőke, nincs annyi magántőke, ö, sőt, hát bármilyen tőkét nézzünk, amivel, amivel meg lehet -e tenni. Tehát azért van szükség a külföldiek beszállására, mert Magyarország nem halmozódott fel annyi tőke, amivel meg lehet csinálni egy-kettő, ha csak magyar tulajdon, tehát nem tudom, hogy ha magyar tulajdonba kerül valami, akkor az a know-how, az a, az, a, az a speciális szaktudás, ami ami mondjuk megvan egy multinacionális cégnek, mert mondjuk 50 éve a piacon van, 100 éve van a piacon, kiterjedt nemzetközi te hálózata van tehát ezek, ezeket akkor ezzel mind elveszítjük, és nekem én azért vagyok szkeptikus, amikor látom például, látok például feltörekvő magyar banktulajdonosokat, hogy vajon, vajon ö, tényleg jobb-e nekünk az, hogy, hogy mondjuk ők a banktulajdonosok, tulajdonosok, mint hogyha a külföldiek lennének. Tehát a, mert azt, amit elmondtál, azt a logikát teljesen értem, logikus, nagyon jó, tényleg, az is, hogy itt van adatőke, az is, hogy nagyobb ráhatása van, hogy akkor ebből itt a fejlesztések itt legyen, ne vigyék uh -huh. ki, bár mondjuk megint a kisördög azt mondja, hogy a magyar banklajdonosok is kivihetik, nem az országból a saját kis zsebükbe, de hát ez egy más kérdés. Tehát most magyar... magyar a nemzetgazdaság. Igen, állat. most magyar... igen, igen. Tehát, hogy, hogy az alapvető kérdés az az, hogy ezzel, ezzel elveszítjük azt a, azt, a, azt a multinacionális tapasztalatot, hátteret, mindent, amit egy esetleg tudnánk szakértelmet, amit mm -hmm. tudnánk hasznosítani. Értem a logikát, és, <coughs> és abszolút azt tudom mondani, hogy valóban, hogyha pusztán ezek alapján nézzük, akkor még mindig egy külföldi vállalat, egy külföldi tulajdonban lévő vállalat hatékonyabb, mint egy magyar. Ez, ez tényes statisztika, ezt meg lehet nézni, ezt látjuk. Ugye ez felvetődött talán az első adásaink vagy beszélgetéseink egyikében, amikor arról beszélünk, hogy miért magas az infláció, szóba került az élelmiszerek uh -huh. drágulás, és szóba került a, a magyar élelmiszer, ipar, illetve a mezőgazdaság hatékonytalansága. Uniós szinten utolsó előttiek vagyunk, talán pont Bulgáriát megelőzve egyedül és valóban ez megint csak a tudáshiány, a know-how hiány, tehát nincsen meg az a fajta e, hosszú 10, 30, 50 éves piaci tapasztalat, és ez nem arról szól, hogy ezzel mi magyarok bénák vagyunk, nem. Ez egész egyszerűen történelmileg így alakult, mert hogy nyilván valahol a kapitalizmus a maga tiszta formájában működik sok-sok-sok-sok évtizede, Magyarországon nyilván ez egy teljesen más történet volt, más kiindulóponttal, más lehetőségekkel. Ezt a fajta deficitet, és itt jön viszont a, a, a másik olvasata, le lehet győzni. És ez már nyilván ez a, ez a merger and acquisition, ezek a felvásárlások és, és, akvizíciók témaköre, mert én annyira nem vagyok otthon, de az egyértelmű, hogyha megnézzük, akkor tudást lehet gyártani, meg lehet vásárolni. És pont itt jön be a képbe az, ha én felvásárolok egy olyan céget, akinek megvan a tudás, akár itthon, hogy bekebelezem, <kül> akkor ez a tudás már nálam van. Arra a tudásra tudok építeni. És ez az innováció terén ugyanígy működik. Lehetek én az innovátor, ami rengeteg pénz, rengeteg idő, rengeteg tudás parmi magas hozzáadott értékkel, vagy lehetek egy követő, aki azt mondja, hogy mit csináltál, azt csináltad, jó, akkor ezt lefordítom a magyar viszonyokra, megcsinálom egy kicsit magyarosabban, hogy az itthoni rendszerben működjön, követőként ugyanazt bevezetem, és meg is vagyok. Nem volt akkor a költsége, nincs is akkor a hozzáadott értéke, de már a közelében vagyunk annak, amit a nyugatiak csinálnak. Nem kell mindig innoválni. Nagyon fontos és nagyon jó dolog, de elég sok esetben, hogyha egy kicsikét használjuk a külföldiek tudását, és ezt meg lehet vásárolni, és erről szól ez a fajta terjeszkedés szerintem, hogy nyilván lehet, hogy nincsen akkor a tőke, de meg lehet teremteni, nem kell feltétlenül a 150 éves nyugat-európai cégeket megvásárolni, elég a feltelekő startup cégeket megvásárolni. De ugyanezt csinálják Amerikában. Hát nézzük meg a nagyvállalatokat nem feltétlenül állnak neki fejleszgetni mindent, hanem nézegetik a kis garázs cégeket, ohó, ebből még lehet valami. Fogom, megvásárolom a céget, megvan a tudás, majd ezt kifejlesztjük. Lehet, hogy öt év múlva lesz belőle valami, de így működik, és szerintem valahogy nagyjából ez a logika mentén lehet elképzelni ezt a fajta Magyar FDI történetet is, hogy lehet, hogy nálunk még nincs meg a tudás, vagy egy másik típusú tudás van, de meg lehet vásárolni olyan cégeket, meg lehet vásárolni olyan, olyan vállalatokat, olyan tőkét, amit aztán lehet hasznosítani akár itthon, akár külföldön. Tehát ebből a szempontból ez megint csak egy stratégiai döntés kérdése, de nyilván ehhez kell egy olyan vállalatvezetés, aki kellően ügyes, dörzsölt, jó forgatja a pénzt, jó kapcsolatai vannak és nagyon sok esetben egyébként pont ezt mondjuk el, nem feltanul, hogy nem feltétlenül csak a tőke hiányzik, hanem az a fajta vezetői tudás hiányzik, ami révén egy ilyen céget sikerre lehet vezetni. Vannak ebben pozitív példák, de még mindig kevesebb, és sokkal több olyat látunk, ahol nem feltétlenül adta ki a nap végén a matek, mert nem biztos, hogy jó irányba terjeszkedtek, jó céget vásároltak meg, és, és, nyilván nap végén mindenki a saját tőkéjét teszi kockára, jó esetben, de természetesen is akkor itt jön vissza a költségvetés, de a költségvetésnek sem mindegy, hogy ezek a cégek sikeresek vagy nem, mert a sikeresek, és külföldön is sikeresek, ez nem csak a külső egyensúlyát javítja az országnak, jó esetben a költségvetés helyzetét is. Igen, hát ugye adóbevételek is növeksz, növekednek. E, nagyon fontos, mindig ilyenkor e, felmerül mindenkibe, hogy na de ez hogy van mondjuk regionálisan. Tehát mi például ebbe, hogy most elindultunk ebbe az irányba, mm. hogy stratégiai cégekben egyre nő a hazai tulajdon, ez például mondjuk itt csak a, itt a közép- és kelet-európai mm. régiót nézzük, amit ugye természetes versenytársainknak tekintünk. Igazándiból egyrészt ez egy értékválasztás kérdése, másrészt nem kell nagyon messze mennünk, nézzünk körül Magyarországon. Hány olyan cég van, aki mögött jelen pillanatban cseh tulajdonos, román tulajdonos, lengyel tulajdonos áll, Ők ugyanezt a modellt csinálják. Nyilván mi a magyar viszonyokkal foglalkozunk, a magyar viszonyokat olvassuk, és nagyon-nagyon sok magánbeszélgetés előjön ez, hogy mi, mi mindig azt mondjuk, hogy hát bezegít Magyarországon, bezegít Magyarországon, hát ez mennyivel másabb éltünk kint Csehországban, éltünk kint aki élt, és ott tapasztalja ezeket, az ottani éleket olvasó, lehet, <kül> hogy pont ugyanezt fogja mondani, hogy, hogy, lám, itt is ez megy, meg az megy, meg ez sem működik. Tehát, hogy mindig mindenki a saját kis buborékjában élve próbálja meg értékelni a helyzetet, de tényleg elég csak azt megnézni, hogy nagyon-nagyon sok olyan vállat van, régiós vezetővállalat, aki Magyarországon is, meg a régióban is terjeszkedik, tehát ez a minta, ez működőképes, ezt nem kell feltalálni, ez van, ez jelen van, és ezt csinálják a kelet-közép-európai cégek, hol jobb, hol rosszabb hatékonysággal, de hát volt nagyon sok olyan cseh, lengyel, szlovák cég, akik, akik bebuktak, el kellett adni, és, és aztán a romokon épült valami, a magyaroknál ugyanez megvan, nyilván nagyon sok esetben ez nem feltétlenül politikai, stratégiai indítatású, hanem egész egyszerűen maga a piac termelik ki ezeket a vállalatokat. Itthon maga a vállalkozási kultúra sem feltétlenül olyan, mint más országokban, és akkor most egészen vissza lehetne menni a rendszerváltásig, meg egészen addig, hogy itt milyen kultúrában nőttünk fel, mi mit gondoltunk arra, hogy hogy néz ki a kapitalizmus, de az valójában nem az volt. És innentől kezdve mindenhol egy más forma alakult ki ennek a, ennek a vállalkozásnak, hogyan kell vállalkozni, és ebben szokták mondani, hogy Magyarországnak tényleg évtizedes lemaradása van a vállalkozói kultúrában, és ez az, amit le kell köznünk, és nyilván előbb-utóbb utol lehet érni a régiós országokat, de ezt a fajta deficitet, ezt, ezt nem lehet egy a másikra ledolgozni. Na hát látszólag elkanyarodtunk a költségvetés témát, de csak látszólag, mert minden minden el összefüggésben van, és Én ugye igaz. az előbb is említettük, hogy, hogy például az adóbevételek kapcsán ez, ez, nagyon fontos lehet. Itt a beszélgetés végén, meg ugye a beszélgetés sorozat végén, ugye, ugye tényleg, ahogy a, a mai beszélgetésünk elején is mondtunk, hogy mondjunk valami pozitív kilástást, és ugye, mivel a költségetéssel foglalkoztunk, ugye a jövő évvel kapcsolatban ott már azért elhangzottak, de mégis, mégis hogy, hogyan, lehet, hogyan lehet elbúcsúzni ettől a 2023-as évre, és neki vágni a 24-esnek? Jó szívvel, mert ez egy nagyon nehéz év volt, és azt gondolom, hogy hogy mindenki örömmel tekint 2024 felé, hogy hát, ha most jobb lesz, és hát, ha megúszunk, fekete hatjuk nélkül, meg mindenféle olyan sok nélkül, mert megint csak nem számoltunk. Nyilván költségvetési oldalon ez egy nehéz év lesz, viszont az mindenképpen pozitívum, hogy, hogy egy sokkal kedvezőbb gazdasági környezetben lehet ennek a költségvetésnek neki szaladni. Nyilván az nem segít, hogy az év közepén lett összerakva a költségvetés, a makrogazdasági pálya azóta mérföldekkel arrébb ment, növekedésben, nominális GDP-ben, inflációs mutatókban, kiadási oldalon mindenhol. Tehát ezt újra kell érni ez nem kérdés de jelen pillanatban azt gondoljuk, hogy, hogy azért a 24-es év az, az, kedvezőbb lehet, az ING legfrissebb előrejelzései. Nem azt mondom, hogy az optimistábbak közé tartoznak feltétlenül, de, de sok tekintetben például az általunk felvázott 3%-os jövőévi gazdasági növekedés, az inkább így az előrejelzések felső sávjában mozog. Én azt gondolom, hogy az idejévi rossz teljesítmény ad ennek egy nagyon fontos táptalajt, hogyha csak megnézzük, hogy hogyan alakul mind a negyedik negyedév gazdasági teljesítménye, mert az év közepén lent voltunk a mélyponton, innen jövünk föl, megint csak statisztika. Azt kell mondjam, hogy egy ilyen záró negyedik, negyed évvel, mert pusztán a statisztikai áthúzódó hatás egy pozitív növekedés. Ez is a jövő évre várt gazdasági növekedés 40-50%-át ez a fajta alacsony bázis adja majd. A maradék lesz az éven belül növekedés, tehát lesz növekedés, nem biztos, hogy 4%, mindentől kezdve megint csak ez a költségvetést nehéz helyzetbe hozhatja, de alapvetően egy viszonylag kiszámíthatóbb, stabilabb növekedési pályával kalkulálunk. A javuló belső kilátásokkal, igen, tíz éves mélyponton van a fogyasztói bizalom, ezt mindig elmondom, de hát legalább van onnan fejlődni. És ahogy egyre inkább azt látjuk, hogy, hogy azért stabil a munkaerőpiac, emelkednek a bérek, szépen lassan visszajön majd az a fajta fogyasztói bizalom, amiből végül fogyasztás lesz, ami pedig majd segít a költségvetés helyreállásában. Ha jönnek az uniós források, és már pedig én azt gondolom, hogy jönnek az uniós források a jövő év folyamán, ezért is 3 a növekedési szám. Tehát ezek megint a beruházásokat támogatják, és innentől kezdve lesz egy olyan alap, amire lehet építeni, és még talán a külső gazdasági környezet sem botlik meg annyira, hogy onnan ne legyen pozitív impózus, bár azért a sötét felhők gyűlnek. Nézzük meg az ipari adatokat, szerte Európában van probléma, úgyhogy, úgyhogy lesznek kívások 2024-ben, de én azt gondolom, hogy egy ilyen 23 után azért, azért egy sokkal pozitívabb, optimistább jövőképnek szaladhatunk neki, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Nagyon jó végszó, és nagyon jó végszó itt a Legyünk tényleg optimisták, mert már annyira, annyira nehéz volt ez az év, hogy belefáradtunk. És, és egyébként tényleg, is év vége van, van, és Legyen ilyenkor... egy kis remény. Igen. Nem fogadkozzunk, én azt nem szeretem, mert az, hogy tényleg akkor januártól ezt meg azt tesszük, de januártól legyen egy jó, jó, jobb világ. Úgyhogy én köszönöm szépen ezt az egész éves beszélgetéssorozatot, ami ugye tíz részből állt és remélem, hogy majd egyszer még folytatni fogjuk, most egy kis szünetet tartunk, aztán majd ki, nálunk is ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Mindenféleképpen azért, azért jövő ilyenkor, ha addig nem, akkor vissza fogunk térni, hogy, hogy végül is azok a pozitív, és nem azért, mert most számlázni, vagy, vagy, vagy csak hát egyszerűen meg, meg Igen, mindig megnézzük, Igen, mindig megnézzük azt, hogy akkor, akkor azt gondoltuk, és mi lesz. Úgyhogy köszönöm szépen nézőinknek, olvasóinknak, hallgatóinknak is köszönöm az egész éves figyelmet, amit ránk szántak. Ilyenkor ugye kellemes ünnepeket és boldog új évet illik kívánni és kívánunk is önöknek. És azt kérjük, hogy ha ez a beszélgetés is tetszett, amiben reménykedünk, akkor, akkor és még nem tették, akkor iratkozzanak fel a klasszis média lapcsoportnak a klasszis nevű YouTube csatornájára, és akkor ott visszanézhetik a mi tíz beszélgetésünket. Péter, neked is köszönöm a részvételt, kellemes ünnepeket és boldog új évet. Köszönöm szépen, és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok. Ön a klasszis podcast pénz című műsorát hallotta.